Közép- és Kelet-Európában, a volt kommunista államokban a II. Világháborút követően módszeres keresztényüldözés volt egészen a rendszerváltásig. A klerikális reakció, az egyházak, a szocializmus építését akadályozó erők egyik gyűjtőfogalma lett. Rákosi uralma alatt a katolikus egyházi személyek több mint kétharmada, a kádári Magyarországon közel fele szenvedett el évekig, néha évtizedekig is tartó meghurcoltatást. 1945 és 1989 között összesen 439 pap és 245 szerzetes került börtönbe, internáló táborba. A Regnum Marianum magyar ifjúsággal foglalkozó katolikus közösség az állandó zaklatások ellenére is folyamatosan élt és működött a kommunista rezsim alatt. Hálózati személyekkel figyeltették, üldözték, próbálták lejáratni őket. Szemmeltartásukra többnyire zsarolással a regnumiak közül is szerveztek be besúgónak arra alkalmas személyeket. Három külön törvénysértő perben 13 papot ítéltek el összesen 71 évre. Ma a Regnum Marianum közösségnek mintegy 3000 tagja van. Balázs Béla 1952-ben csatlakozott a Regnum Marianum közösséghez. 1965-ben szentelték pappá Esztergomban. Mivel a Kádár rendszerben megfigyelt és üldözött személy, szinte dobálják egyik helyről a másikra, meglehetősen rossz körülmények közé. Nagymaroson, Nógrád-megyeren, Budapest Erzsébetvárosban, majd Akada utcában, ezután a Rogoja utcában, majd Varsányban, ezt követően pedig Érsekvadkerten káplán. 1977-től Bajóton plébános. Az eddigi levéltári kutatásaim szerint legalább 20 hálózati személy jelentett róla. 1993-ban II. János Pál pápa az újonnan megszervezett Kaposvári Egyházmegye megyés püspökévé nevezte ki. Az én időszámításom 1948. Augusztusban halt meg édesanyám, szeptemberben a tanítónéni kihirdette, hogy minden megszűnt, ami eddig volt, tehát többet nincs itt cserkészet, nincs minisztrálás, hanem helyette van pajtás meg úttörő mozgalom, és oroszul fogunk tanulni, második elemibe, harmadik elemibe. 48. decemberében letartóztatják Mincenti hercegprímás urat, és nekem eltűnik egy boldog gyermekkor, eltűnik egy polgári jólét, és kapok érte bibliai nyelven 100 annyit, amit Jézus ígért annak, aki ő érte elhagyja anyját, apját, földjét, vagyonát, itt a földön 100 annyit és az örök életet. Hát én ezt a 100 annyit úgy éltem meg, hogy belekeveredtem az akkori valamelyik kis illegális közösségbe, államnyelvén mondva illegálisba. Lakásokon voltak a hittanórák, erdőbe a lelki gyakorlat, a karácsony valamelyik budai barlangba. Életemnek legszebb része, családom helyett család, egyház élmény, Isten élmény, intellektuális élmény, az a nívó, amit én kaptam kultúrába, versekbe, színház élményekbe, koncertekbe, komoly zenébe, sportba, barlangászatba és a többi, hát annak nyomában nem járt semmiféle úttörő foglalkozás vagy egyéb sors, amit ott a város szélén láttam, szomszéd gyerekek esetében. Ez egy verhetetlenül nagyszerűbb, egy másabb élet volt, és tágult az egész, és gyorsult, és színesedett a budapesti piarista gimnázium. 56-os forradalomban én ott csavarogtam az utcán csillogó szemekkel, és bármennyire kilátástalan volt a továbbtanulás, a folytatás, én nem vettem észre. És akkor jött 1000 kaland. Kitesznek utólagos büntetésként regnumi háttér és ügyek miatt,
a papnevelő intézetből, ha jól emlékszem, 1962-ben megkapom a életem első és eddig utolsó munkakönyvét, ahol ott van beírva, hogy takarító mindenes. Lábatlan iparvidéken rejtőzködök, civilbe járok, és tényleg csinálok mindent, a szőlő kapálástól kezdve a sekrestési munkáig, hogy Részek bácsi összepiszkított valamit, nekem kell föltakarítani, és megtanulok orgonálni, és kitartok, tanulok. Csuda izgalmas, gyönyörűséges évek voltak. Beesteledik óvatosan egy valami járművel, beosonok Esztergomba, és tanáraimmal találkozom, magánvizsgát teszek, mert én közben a szőlőkapálás mellett boldogan tanultam, és a tanár bölcsön nem írja sehová, hogy nyom ne maradjon, hanem utólag évekkel később legalizáljuk az adatokat. Egyes számú melléklet eltávolításra javasolt egyházi személyekről. Balázs Béla, osztályidegen származású, az esztergomi papi szeminárium másodéves hallgatója. 1955-től csoportvezetőként tevékenykedett a regnumi államellenes szervezkedésben. Nevelte a fiatalokat a népi demokrácia ellenes szellemben. Rendszeresen járt az illegális összejövetelekre. Tevékenységével megvalósította a BHÖ első pontjának második bekezdésében felvett büntettet. Amikor eltávolítottak 62 tavaszán, a plébános házigazdám, aki befogadott, maga állam előtti jó hírét is kockáztatva, Major Sándor lábatlanon. Én a Kabarsányival még a szemináriumból igen jó kapcsolatban voltam, és egyik nap kijön hozzám, hogy van itt egy kis pap, akit a szemináriumból most ki kell tenni, mert az Állami Egyházügyi Hivatal nem tűri meg őket. Nincs hova mennie, befogadná-e? Hát én rögtön mondtam, jó, hát hozd ki, majd meglátjuk. De rögtön hozzátette azt is, hogy szigorúan meghagyták, semmiféle egyházi beosztásban nem lehet. Viszont akkor még érvényes volt a rendelet, az a közveszélyes munkakerülésről szóló dolgok. Hát ezt munkát kell adni neki. Mit csináljak? Készítettünk egy szerződést, hogy ő hozzám jön, mint takarító mindenes. És akkor mondtam Bélának, hazudni nem fogunk. Ha itt te takarító mindenes vagy, akkor a saját szobádat te fogod takarítani. A plebánia többi részére ott van a nővér, egyébként pedig ülsz a szobádban és tanulsz. Nem sokkal utána, hogy te odajöttél, jöttek az ellenőrök a társadalombiztosítástól, hogy kérem, van önnek háztartási alkalmazottja? Mondom, van. Azt mondja, mégpedig kettő. Mondom, igen, kettő. Azt mondja, tudja, hogy az egész megyében maga az egyetlen, akinek van a háztartási alkalmazottja, és mindjárt kettő. Magának ilyen jól megy. Mondom, képzelj el, ilyen jól megy. Nem tudtak semmit csinálni, mert mind a kettő otthon volt. Bemutattam őket, itt az egyik, itt a másik. Fizettem mindent utánuk, mondom, mi bajuk van. Úgyhogy aztán többet nem jöttek. Zentai fedőnevű titkos megbízott Zimonyi János jelenti. Lékai László bíboros felelősségre vonta Major Sándor plébánost a következők miatt. Egy zuglói anya panaszkodott Lékai László bíborosnak, hogy a fiát még kötéllel se tudja kényszeríteni Zuglóba, hogy templomba menjen. És a fia oda minden kényszer nélkül önként elmegy. Major Sándor azt válaszolta a bíborosnak, hogy ezért ne őt vonja felelősségre, hanem a zuglói plébánost. Otthon a család se tudta, hogy hol vagyok. Édesapámnak egy zárt borítékba ezt a címet megadtam, hirtelen bármi történne, halál vagy ilyesmi, akkor azért élek.
de nem tudták, hol vagyok. Se a régi közösség tagjai, az atyák, lelkivezetőim szinte mind börtönben voltak. Én meg csendben tanultam, és sikerült is. Meddig voltak együtt? Jó, másfél évig. Másfél évig, igen. Közben persze jó pár kérvényt én beadtam egyházi hatóságba, hogy kérem, hogy vegyenek vissza. Semmi nem történt, hát meg is volt ennek a magyarázata, egy olyan irodaigazgató volt, Isten irgalmazzon neki, most már régen meghalt, aki azért minden szinten mindenkinek megfelelt, és jó volt, csak éppen például az én kérvényeimet még tovább se adta Budapestre a Államegyházügyi Hivatalnak, ott maradtak a fiókjába. Úgyhogy a végén ezt kikerültük, ezt a kedves szemét, és jól megbeszélve jogilag, hogy szabályos legyen, nyalás, ízelgésmentes, utólag is vállalható, személyesen a Kádár Jánosnak írtam, hogy engem ebbe és ebben a perben eltávolítottak a papnevelő intézetből, kérem, hogy vizsgálja ki az ügyemet, és intézkedjék, hogy visszavegyenek, mert a többiek amnestiába részesültek, én meg itt maradtam. És erre postafordultával jött a válasz, a forradalmi magyar, tudom milyen kormánytitkárságától, hogy ügyét áttettük kivizsgálás céljából az AIA-ba. Na és az meg azonos volt a belügyminisztériummal, mert semmi jót nem reméltem. Bejutottam az elvtárs irodájába, aki hát rögtön hanyagul azt kezdte, hogy maga ugyebár ebbe az összeesküvésbe volt, mondom, én soha semmifélébe. Mit vitatkozik velem? Hát hogy képzel, hogy akkor visszakerül, hogyha itt vitatkozik? Különben is mi kispapokkal nem tárgyalunk, mi csak papokkal, főpapokkal tárgyalunk. Magát az esztergomi ordinárius rakta ki, akarja, vegye vissza. Jöjjött. A busz volt az egyetlen közlekedés Engelsztéről, egyből Esztergomba mentem. A portás mondta már, hogy a Schwarzenegger Arthur végtelen jóságos, kedves és tehetetlen kormányzó úr beteg, nem lehet vele beszélni. Mondom, köszönöm, már mentem fel a lépcsőn, nem is az irodába, ahol a régi stáb volt, ez a rettegett irodaigazgató például, hanem én közvetlen a betegszoba ajtaján. Ő tényleg feküdt az ágyba, és mondom, már most jöttem az ágyából, azt mondták, hogy engem a kormányzó úr dobott ki, ha akar, vegyen vissza. Csapkodta a paplanját, hogy ezt mondták, a büdös gazemberek, fiam, ne félj, mindent megteszek. Hát és így kerültem vissza. Zoltán fedőnevű titkos megbízott Győri Mihály jelenti. A beszélgetés témája az évente megrendezésre került, illetve kerülő nagymarosi ifjúsági összejövetel ténye és időpontja. Major Sándor kismarosi, illetve Zimonyi János nagymarosi római katolikus plébánosok főszervezők azzal állítottak bíborosuk elé, csak akkor fogják megrendezni a már hagyománynak számító összejövetelt, ha a bíboros engedélyezni fogja, hogy az Esztergomban tanuló kispapok is részt vehetnek azon. A bíboros rövid válasza csak ennyi volt, meggondolom. Sejtéseim voltak, hogy kik voltak beépítve rám, de nem akartam tudni. Most aztán már... Most már tudom. És él még valaki közülük? Talán igen. És ő vele nem beszélte ki ezt nem, az egészet? Nem is akarok. Nem. Aha. De hogy gondolja, vagy hogy kezeli ön ezt? Tessé? Hogy kezeli, vagy mi a véleménye erről önnek? Sajnálom őket. Sajnálom, mert végeredményben az, akire most hirtelen egyikre gondolok, jó tehetségű, tisztességes ember volt, akit megnyomorítottak. És ő ugyanolyan áldozat volt, mint mások. És ezt nem is akarta soha ön az ő tudtára adni, hogy ön tudja is, mi a véleménye róla? Kérem szépen, hadd mondjak most valamit. Nevet is mondok. Dorogon volt plebános, aki később az Ohlába mindenható lett, Vajai.
munkaérdemrend bronzfokozatát kapta kitüntetésül. Kijön hozzám lábatlanra egyik nap, és mondja, hogy nagy bajban van. Az AIA, államegyhetői hivatal rászállt, hogy hát különféle dolgokat kérnek tőle, és hát most nem tudja, hogy mit csináljon. Hogy kényszerítik, hogy menjen el a békegyűlésekre. Erre mondtam neki, mondom, nézd Pista, én a te helyedben biztos, hogy nem mennék el. De őt azzal fenyegették, hogy az apja valamikor csendőr volt, aki már akkor 80-an túl volt, hogy az apját fogják elővenni, ha ő nem megy békegyűlésre. Ez a békepapi gyűlés. Békepapi gyűlés. A Pistát ezzel fogták meg. Pista nem merte vállalni azt, hogy az apját bántsák. Attól kezdve ő az a bizonyos kisujját betette, ledarálták. Attól kezdve aztán utána mindent megtett, amit tőle kértek. A jelentések megvannak, csak nem tudjuk azonosítani, hogy ki. Fekete Mihály nevű volt az egyik, és püspök atyának odaadtam ezt a dossziét, és ő rájött, hogy ki volt, ki van e mögött. Igen. És valószínűleg nem véletlenül nincs meg a hatos kartonja. Hát egy nagyon közeli, megbízható ember lehetett. Nagy hatalommal, nagy vagyonnal, a régi rendszerben egy védett személy lehetett. Szóval ezért gondolom, hogy kellő időben a nyomukat eltüntették. Fekete Mihály fedőnevű titkos megbízott nyilvántartási dokumentuma nem került elő. Mindössze egy szolgálati jegy bizonyítja, hogy ő Pálos Iván. 1975-től segédpüspök és az Esztergomi Papnevelő Intézet rektora volt. Együtt laktál egy házba, esztergomi karkáplán korodba, Beresztóczi Miklóssal, ugye? Igen. Egyik este bekopog, megengeded-e, hogy most éjszaka nálad maradjak? Másnap újra jön, hogy megint. És mondom, hát Miklós bácsi, hát mi baj van? Azt mondja, hát ő nem akar még egyszer a kezükbe kerülni. Hát mondom, nézd, most országgyűlés alelnöke vagy, békegyűlés vezére vagy, esztergomi kanonok vagy, hát mondj le ezekről, és akkor békébe fognak hagyni. És az úgy lesz, szegi a fejét, és azt mondja, hogy tudod, ha megmutatnám a talpamat, nem kérdeznél többé ilyesmit. Őt az Andrássy út 60-ban Parázson járatták. Budapest Rózsák terén keleti pályaudvar mellett egy teljesen tönkrement, beázott plébánia, kutyapiszaka környéken, emberi roncsok, kéregetők, szektások, mindenféle furcsa népek, hát ott kellett kezdeni működni. Öt nagy fiatal volt csütörtök este az első foglalkozáson, a másodikon 20, a harmadikon 50, aztán nem fértek be. Ez 72. szeptemberétől 73. decemberig. Karácsony előtt két héttel kapom a papírt, hogy sipírsz tovább, na hát akkor már úgy megbillent bennem a világ, hogy hát ez egyértelmű egyházüldözés, és amikor emlékem szerint talán 60 ezer példányban megjelent az új hittankönyv, amiben nekem 5 éves munkám volt. Akkor hívott be Lékai Bíboros Budapesten, hogy mondják, se puszi, se pacsi, hallatlan, szigorúan a lényegbe vágva, maga túlzásba vitte a hitoktatást. Maga más plébániák területén is és lakásokon is tartott hittanórákat, ez olyan súlyos kihágás, hogy magát ezért kihelyezem Budapestről.
Én végighallgattam a főpásztori dörgedelmet, és összeágtam bokámat, és mentem a következő helyemre. Az se volt piskóta, ahogy mondják, a fogadtatás, mert a plébános mindenféle előzetes rossz hírrel elkábítva, az ajtót se nyitotta ki, csak óvatosan a kis ablakot, mintha betörő érkezett volna. Mondom, hogy Balázs Béla vagyok, én vagyok az új káplán, erre a fejéhez kap, hogy Isten nem ver bottal. Ökörrel rávág az asztalra, vett tudomásul, hogy itt nem csinál semmit. De értem. Igyekeztem nem gúnyosnak lenni, nem nevetni, viselkedni, és csináltam mindent persze. Mi az, hogy nem csinálok semmit? Mindent csináltam. Nyomozás befejezésének időpontja 70. Az anyag elején van ez az emlékezetes házkutatási jegyzőkönyv. Igen. 70. szeptember 10-én 8 óra 30-kor reggel Budapesten voltam éppen. Egész nap babráltak, mivel nem voltam otthon, rendkívül szabályosan két tanút még pluszba előállítottak, mindent föltúrtak, és elvittek 28 tételből álló anyagot. Egy-két levél, régi könyv, Trianonról valami, zászlónk folyóirat, néhány ózsdi régi száma, ilyesmi. Egy-két divatos akkori gépelmény, ami egymás között csereberélődött. Na és ami utólag az nagy szenzáció lett, egy Milfon meg egy Ozafon hangszallagon beat zene, mármint az akkor sikeres Európa hírű Illés zenekar és Szörényi Leventének néhány száma. Amikor én ezt utólag Leventének elmondtam, hát szíve csücskében bevágottam, fölcsillant az arca, rögtön barátibb lett kettőnk közt a viszony, rappan büszke volt, hogy olyan nagyot alkotott, hogy ez a Magyar Belügyminisztérium csemegének tekintette. Várunk téged, vándor, hazaérkezve újabb két óra legalább eltelt, hogy önmagam lakását tenyérről tenyérre végigvizsgáltam. Tehát minden könyvet újból én végig kiráztam, minden fiókat végig tapogattam, a székek alját, szekrény oldalát, mert nem az volt a probléma, hogy mit vittek el, hanem mit hoztak. Az a kellemetlenebb. Engem megint csak szabadon hagytak. Csak úgy tudtam elviselni alázattal, hogy én nem tartozom a nagyok és a híresek közé, nem csuknak le, hogy én még ahhoz kicsi vagyok. Mint a fűkasza, még a fejem fölött sóva halál. Részlet az 1969-es peranyagból. A nyomozás adatai alapján indokolt lett volna Balázs Béla, Bajcsi Lajos, György Deák Márton római katolikus papok terhelté nyilvánítása. Azonban ettől egyházpolitikai meggondolások miatt a 3x3 csoportfőnökség illetékes osztályával egyetértésben eltekintettünk. Félbeszakították szakadatlanul a kihallgatást. Mindig voltak ilyen beszélgetős részek, vagy egymást cserélték a kihallgatók, és ez nekem gyanúsá vált. Amikor a legvégén kérték, hogy írjam alá, mert minden oldalt alá kellett írni, akkor nem az oldal alját, hanem a bekezdések alját írtam alá, egész rám ordított a végén, oda kellett írnom, ez itt kézirással megmaradt. A bekezdések után azért írtam alá, hogy oda tudtamon kívül mást ne lehessen beírni. Tehát mi szocializálódtunk, hogy így mondjam, a idegen szóval a konspirációra, anyatejjel szívtuk szinte magunkba,
Tehát a legelső szabályok azok voltak, emlékszem, kicsi hittanos koromban, hogy atya leteremtett minket, hányszor mondjam még, hogy előbb az edőnyt leengedjük, utána a villanyt kapcsoljuk föl, nem fordítva. 1988-as Komárom-Esztergom megyei rendőrkapitánysági jelentés. A fő erőket és eszközöket a Regnum Marianum és a Bulányi féle illegációra kell koncentrálni. Operatív intézkedésekkel történő lejáratására, akadályozására, bomlasztására. A hálózati operatív munka továbbfejlesztése érdekében a két osztály 1988-ban 25 fő hálózati személy beszervezését tervezi. No. A Regnum Marianum működése a 19. század végén indult, amikor Budapesten 9 katolikus paphittanár közösségi életet kezdett a fiú ifjúság nevelésére, később a lányokéra is. 1901-ben Majláth Gusztáv erdélyi püspök megvette számukra a Budapest 7. kerület Damjanics utca 50 szám alatti házat. Az udvar közepén egy kápolna épült, a közösségi élet és nevelés központja. 1951-ben a házat államosították, a Városliget szélén álló kupolás templomukat felrobbantották. Az atyák ettől kezdve rejtőzködve keresték neveltjeikkel a kapcsolatot, családokhoz jártak. A zaklatások folytatódtak egészen a rendszerváltozásig. Ma a Damjanics utcai kápolna épülete az úgynevezett regnumi ősök találkozó helye. A forgatásra az ősök közül és az egykori regnumiak közül is eljöttek. Nekem volt kis cserkészem. A püspök úr annak idején. Ismerős? Hát hallottam róla. Mert inkább a beat, engem nem érdekelnek ezek, hogy rólam mit jelentetnek meg. Na, ezt nem láttam, ez micsoda? Ez 3x3-as dosszink. Itt vagy le. Na hát. Hát igen. Hát még egy csomó. Régi szép idő. Szép idők voltak. Bizony. Én legalábbis úgy értem meg. És most visszatekintve is. Hát pedig te a nehezebbik részét vállaltad. Azzal együtt szép idő volt. Az eddigi levéltári kutatásaim szerint a Regnum Marianum közösség tagjairól több tucat hálózati személy jelentett. Főiskolán belül rengeteg regrumos volt. Én a tudományi főiskolára jártam. Ez annyira, így mondjam, abban az időben titkos volt, hogy csak sejtettük, hogy ki lehetett benne, és ki volt az, aki regnum katolikához tartozott. És később a Balázs Béla, az ő neve mond önnek valamit? Hát hogy lehet, iskolatárs volt. Én akkor voltam első éves, amikor ő majdnem utolsó éves volt, természetesen. Igen, és ugye a levéltárban önnel kapcsolatosan anyag lehet-e? Már melyik levéltárban? Az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában. Biztos, hogy van. Hát én olyan helyen dolgoztam, ahol jelentettek rólam. Biztos, hogy jelentettek rólam. Uh-huh. Azt tudja, hogy merre dolgoztam. Ha igen. Kutatott. Igen, 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 igen. Kellett, hogy legyen. És ki jelentetett, sejti? Én kikértem az anyagot, de az engem lelkének teljesen összetört, úgyhogy én arról nem szeretnék beszélni. Olyanok jelentettek rólam, akik én bizalommal voltam feléjük. És hogy ön beszervezték? Volt rá, tehát be akartak szervezni, kétszer meg is fogtak. Nézze, kikértem az anyagomat, és én megkérdeztem, hogy hogy lehetséges ez, mivel nincsen, tehát nincs aláírva. Tudnám, ment, azt hiszem, ment egy fél. És ott az az illető volt az, aki engem is megkörnyékezett. A tartótiszt, hát azt tartó mit csináltuk, mit készítettük? Ja, bocsánat, nem tudtam konkrétan. Most az illető kétszer is megkült Tatabánya. Ő szervezte be önt, igen. A papírok szerint.
nem írtam alá. És önnek a Balázs Béláról kellett jelentenie? Nem, a Balázs Bélát, én a Balázs Bélát, mint növekvőt ismertem. Ez volt a cél. De én nem beszervezés célja. Én írni nem írtam sem. Csak mond, csak szóban. Kétszer megkerestek, igen. Igen. De... Jönnek. Kétszer. Hát amikor felkerültem a házba, az első az volt, hogy ismeretlen ember megkeres, és mit tudok én mit szakére. Különben akkor kerestek meg általában, amikor sikerült kapnom útlevelet, és ki tudtam jutni, mikor hazajöttem, akkor sok mindent kérdeztek. Rafinált kérdések előkerültek. Nagyon sokszor személynevek is előkerültek. Megkerestek kétszer Tatabányáról, álltam a szények szélén Tatabányán, különösen mondom a külföldi utaim után, akkor volt nagyon nagy szervezés. És még miért? Hát egész biztos egy tucat ember volt Esztergomban állítva, egymásra meg a bíborosra. Nagy Lajos tartótiszt jelentése. Az ügynök feladatát teljesítette. Tájékoztató jellegű információt adott Balázs Béla, bajóti római katolikus plébános diszpozíciójának visszavonásáról. Jelentésével megerősíti Várhegyi fedőnevű titkos megbízott ugyancsak Balázzsal kapcsolatos jelentését. A feleségem se tudott róla soha, hogy engem mikor hova citáltak és hova rángattak. Ez az én, ezt valahogy nekem kellett feldolgozni. És azóta sem? Nem, erről nem hajtottam velük beszélni. Nem akarom őket ebbe belecitálni, belecibálni. Én tudok olyan emberről, nem ér, tudomásom szerint nem jelentett rólam, aki a halálos ágyán pap volt az illető, magas beosztású pap volt. Aki a halálos ágyán mondta meg nekem azt, hogy nézze, én csak azért csináltam ezt, mert a testvéremet akarták tönkretenni, és annak a családját. Hát annyira exponált helyen volt az ember, hogy az... Nem lehetett kikerülni. Oké? Ezeket a dolgokat. Hát attól függ, milyen áron nem lehetett kikerülni, mert ugye én, aki eleve kint voltam a térkép szélén, és hála jó Istennek, mind a mai napig semmi vágyam nincs se anyagilag, se másként. Hát így könnyű volt kikerülni, de akinek családja van... Tudom én, hogy... Bele... sodorta az élet egy állásba, annak van veszteni valója eleve. Tehát most utólag és kívülről lesz bírálni, nem biztos, hogy okos vagy jó. Azok, akik minket el akartak elkapni, vagy elkaptak, azok hol van? Egy szólalt meg közülük. A többi hol van? Tudja, hogy én mit vívódtam saját magamba, a gyóntató papnak nem mertem megmondani? Mert nem tudtam, hogy az kicsoda. Nem tudtam. És az én környezetemben volt pap elég. Ha valaki ebben volt, nekem az életemben volt elég. Sok mindent nem akarok, hogy a kamera vegyen, volna egy-két mondatom még melléje. De... Szóval azok az idők ne jöjjenek vissza. A levéltári dokumentumok alapján Várhegyi Lajos fedőnevű titkos megbízott kapcsolata az állambiztonsági szervekkel vélhetően a rendszerváltozásig fennállt. Jó Isten, anya, szépen. Hát kozzunk egy másik. Szépen megőszünk ki, nem is hát nem most már így öregedtünk. Elég vidám volt ez a regnumi levegő, és az mindig eszembe jutott minden nehéz körülmények között. Például tánciskola is volt. Hát a 17 éveseknek, Mimi néninél ez az, a Mimi néni ellenőrzött
körülmények között, olyannyira, hogyha nem a derekát fogtuk, hanem egy picit lejjebb, akkor odajött a Mimi néni, és föltette a kezünket a hátára. Talán egyetlen kelenföldi csoportkép a gyerekekről, ott vagyunk rajta együtt, a tizenéves vezetők és a 10-12 éves kisrácok. Azt hiszem, hogy ő a betonatya, én pedig itt vagyok. Itt van Blankenstein Miklós atya, esztergomi szeminárium rektora most. Ez egy tavaszi szemléről készült kép, lehet látni, hogy, és ez is, hogy milyen sokan voltunk. Ez voltam én akkor abban az időben. Na most itt van ez a Daru nevű hajó. Szóval ez egy elég nagy, 30 négyzetméteres túra Jolle volt, és kajütje is volt. És a László atya soha nem ment be a kajütbe, égő, tüzes nap, nyári táborról van szó, ellenére hólyagosra égett, de minket küldött be a kajütbe, hogy mi ne süljünk meg. És akkor jött a motoros rendőr, van vízi jártassági? Mindenkinek volt, mert azt előzőleg már le kellett tenni. Kész, tovább ment. Azt hitte, hogy talán úttörő csapat, vagy nem tudom mit gondolt, de nem kérdezett rá. Ez pedig egy Bükk-hegységben való tábor, ahol a Bajcsi Lajos is és a Balázs püspök úr is, mint gyerek ugye jelen volt. Itt van a képük. Ő a kaposvári püspök gyerekkorába. Ez vagyok én, és labdázunk. Itt szintén ő van, és nem tudta elkapni a labdát. És azt hittem, hogy ne aludj el, kis Balázs. Volt olyan szokásunk, hogy a hétvége megmaradjon, de mégis kiránduljunk, hogy szombat délután elindultunk a Pilisen keresztül, Rámszakadékon át, éjjel, ami azért elég meredek dolog volt, de hála jó Istennek nem, senkinek semmi baja soha nem lett, és akkor Dömös van ott, ott hajóra szálltunk, és már reggel Budapesten voltunk. Ja, ez egy akadályverseny volt, ahol nekem varázslónak kellett lennem, és olyan kérdéseket feltenni, amire nem nagyon tudnak, vagy tudnak esetleg válaszolni. Hát ilyen ördögi pofát öltöttem, becsavartam a hajamat ilyen szarvaknak, és hát azzal próbáltam ijeszgetni. Egyébként a fordítókönyv, a Szent Pál élete volt. Igen. Hát nekünk Bibliát kellett olvasni hónapokon keresztül, hogy meg tudjunk felelni ezen az akadálysorozaton. Igen, igen. Én tőlem elvittek ilyen fényképeket. Ja, hát ezt nem találták. Le is szoktunk róla, hogy fotózunk. Egyik kihallgatásom után rajzoltam ezt, próbálja azt a lélektani helyzetet, hatást ugye ábrázolni, hogy amikor az ember visszanéz erre az élményre, ami hát a sötétségnek a birodalmában volt, azért az egész dologban a gonoszság misztériuma benne volt. Akármi is történt, a regnumot soha senki nem oszlatta fel. Innen érthető, hogy a peranyagokba, ahogy utólag is magam is az iratokat láttam, többen is, nyugodtan szembenézve a kihallgatóval, vagy a bírósággal állították, hogy ők soha nem vettek részt illegális szervezkedésbe, mert mi magunkat mindig legálisnak tartottuk. 160 oldalt írtak rólam a történeti hivatalba, úgyhogy nem is küldték ki postán, be kellett érte menni. Néhányról megfejtettem, hogy ki az, mert mondjuk például ilyen ostobaság volt benne, hogy kihúzták a nevet, a jelentőt, és utána benne van a szövegben, hogy az öcsém látta Budakeszin a templomba menni. Hát pontosan tudtam, hogy ki lakott Budakeszin, akinek öccse is volt. Miután észrevettem, hogy nagyon figyelnek, és hát a kirándulásokon mindig voltak kísérőim, vagy kísérőink, és pont mielőtt elvittek szeptember 10-én hajnalba, előtte két nappal beszéltem egy hölgyel, akinek már volt ilyen tapasztalata, és elmondta ezeket a dolgokat, hogy mire kell vigyázni vele, mit próbáltak meg, hogy ott bent a cellába is hát mellé rendeltek egy valakit, aki hát amit nem tudnak kiszedni belőle, mondjuk a irodába, az ávon, vagy tehát a kihallgató helységbe, hát azt majd ott megmenni, és akkor hát ahogy bevezettek, akkor ott volt egy hölgy valóban nekem is,
és hát egyből minden eszembe jutott, amit mondott ez a hölgy két nappal ezelőtt. Ezt rajtam mind ki is próbálták, de fő voltam vértezve. Tehát ez a gondviselésnek, tehát ez nem sokan azt gondolták, amikor erről beszámoltam, hogy hát milyen okos. Nem az én okosságom, ez az Úristennek a gondviselése, meg a szeretete, meg tényleg az, hogy nem kellett gondolkodni azon, hogy mit mondjak. Ahogy a Szentírásban benne van, hogy a Szentlélek meg a szátokba adja majd a szót. És én tényleg erre hagyatkoztam rá, és nem bántam meg. Mert valóban Zárko Hanzer volt, akit magam elé raktam, elolvastam a jelentéseket. Igen. Tímea Fedő nevű Zárka ügynök Juhász Lajosné jelenti. Hegyi Verát tegnap a déli órában hozták, és került mellém a Zárkába. Vera elmondja. Reggel 5-kor 3 nyomozó ment ki a lakásra házkutatási és letartóztatási parancsal. Több vallási témával foglalkozó könyvet koboztak el, amit részben külföldről kapott. Nincs szándékában férhez menni, mert akkor már a család elfoglalja az idejét, és nem tud a vallásnak élni. A Zárkában jó hangulata van, nem ideges, és reméli, hogy szabadon fogják őt engedni. A Zárka Vamzert 1200 forinttal jutalmazták. Aki rám volt állítva, egy kispap, az keresett meg. Még aznap, amikor kiengedtek december 12-én, és akkor megkérdeztem tőle, honnan tudtad, hogy kint vagyok? Te ismerte? Hogyne, és tudtam róla kezdettől fogva, őt Pannonhalmán ismertem meg. Másodéves kispap volt, én nagy lelkű gyakorlaton voltam ott, és állítólag ő is. Antal Fedő nevű ügynök Labric István jelenti, tárgy Hegyi Vera. A legutóbbi találkozáskor elmondta a csoporttagjaival való foglalkozás egyik módját, dolgozatot írt velük. A tartótiszt értékelése. A jelentés operatív szempontból értékes. Operatív úton több írásos anyagok birtokába jutottunk, melynek alapján szervezetszerű oktatás folyik a csoportban. Antal Fedő nevű ügynök Labric István jelenti. Nem vagyok keresztény, materialista világnézetű vagyok. Szükségesnek tartom azt, hogy az együttműködés érdekében a Hittudományi Akadémiára járjak tanulni. A tartótiszt Bozsik László megjegyzése. Az ügynök jelentése ügyében a valóságos helyzetet tükrözi. K. ellenőrzés útján ellenőrzött. Javaslom az akadémia elvégzéséig anyagi támogatásban továbbra is részesíteni. Első regnométerben akkor én két ügybe voltam kihallgatva, egyik a regnum, másik pedig a titkos szentelés, a tabódi féle titkos szentelés. Központi szeminárium 75-öt kirúgtak, és aztán Tabódi István segítségével két évfolyamot fölszenteltek, ezért ő ült 12 évet. A regnumi atyák 3 per alatt 77 évet kaptak. És még 2 civil, vagy 4 civil, 3,5, vagy 4,5 évet. De nem mind ülték le, valami elengedés volt a szabályok szerint. És ön mennyit? Én 2 részletben 5,5 évet. Hát én előzetesben voltam 3 hónap, 2 napig pontosan, és kaptam 1,5 évet, de felfüggesztve, tehát nem voltam börtönbe. Azt a vendéglátást, a 3 hónapos vendéglátást, azt kifizetették velem természetesen, és akkor hát nem írásban, de szóba tanácsolták, hogy legalább 3 évre hagyjam el Pestet, és akkor hát elhagytam. Tudja, hogy ki jelentett magát? Tudtam, és igen, kezdett a fogadni. És mit mondaná neki, ha találkozna velem? Hát én sajnálni tudom, megbocsátani, szóval nem is haragudtam. De kér ne bocsánatot gondolja, mert csak annak lehet megbocsátani, aki bocsánatot kér. Hát nem tudom. Akkor is megbocsáthatok neki. Aha. Jézus a kereszten mondta azoknak, akik kínozták, hogy atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Nem kértek bocsánatot, igen. Tehát én akkor se haragudtam rá, azóta se, sőt, elárom, meg imádkoztam is érte. Szóval abszolút nincs a szívembe semmi harag, vagy tövis. De most képzelj el, hogy én beszéltem vele egyébként. Igen.
És ő még ma mai napig is úgy éli ezt meg, hogy ez egy nagy szégyen az ő életében, csak reménykedni tud abban, hogy az életében ez még nem derül ki. Igen. Van erre megoldás a Bibliában. Hát őnek hát van annyi szabad akarata Istentől, annyi kegyelme, hogy hát észhez kéne térni, és őneki visszajönni. Tehát... Igen, azt, van bűnbocsánat, ezt ő is tudja, hiszen 5 évig tanulta a teológián. Tehát elmehetne meggyónni, vagy akár engem is fölkereshetne, nem a gyónás szempontjából, mert azzal én nem tudok mit kezdeni, de az, hogy átbeszéljük, megbeszéljük, megmondanám neki, hogy nem haragszom rá, és megmondanám neki, hogy próbálj meg az Úristennel egyezkedni és kibékülni, és a lelkiismeretét így megnyugtatni. Többször is lehet a bűnbánat szentségét kérni, fogadni, és ennek egyszeri jelentősége is annyi, gyakorlati haszna, hogy így mondjam, hogy törli az ember múltját. Tehát ha egyszer az egyház elfogadja, visszaveszi a baráti szeretetközösségbe, asztalközösségbe, hát akkor mi jogon emlegetnénk visel dolgait utólag? Adta Cserepes György Fedő nevű titkos megbízott Krisz György. Mohácsi István tartóztiszt jelentése. Jelentem, a Duna Interkontinentál szállóban találkozót tartottam Cserepes György Fedő nevű titkos megbízottal. Nevezett a beszélgetés során jugoszláviai utazásáról és Balázs Béla, kiszorított hitoktató jelenlegi életkörülményeiről tett említést. Vagyon Gábor rendőrszázados jelentése Tompa Nándor római katolikus hitoktató ügyében. Vallotta azt is, hogy 1957-ben Póca József, BM-tiszt, Orosz Ferenc regnumi csoportvezetőn keresztül bizonyos anyagokat juttatott el a BM-ből a regnumra vonatkozóan. Ilyen anyag volt például a tabló, amelyen a feldolgozott regnumi atyák fényképei voltak, valamint egy olyan brossúrát, amely ismerteti, hogy egyes papokat hogyan szerveznek be a BM-szervek más paptársukra történő dolgozás céljából. Póca József nekünk volt tisztünk a fecskéknek, és ő volt az, aki aztán a belügyből 56-ban kihozta a regnumi papírokat, azért nem volt tulajdonképpen 56 után regnum ellen eljárás. Mindent elmondott, hogy hallgatják ki, milyen módszerekkel a regnumiakat, ezt elmondta az Orosz Ferencnek. Ezt nem tudtam. Ez erről szól. Tudom, hogy aztán a 60-as években börtönbe került, nagyon megtörtén jött ki, én 70-es években jött el, azt hiszem, hozzám, és utána az ősöknek az alapító tagja volt. Tulajdonképpen én érdeklődtem a rendszerváltozás után, a Kutruc Katitól, és mert Kutrucot és a Kónyát jól ismertem, azt mondta, nincs rád vonatkozó papír, semmi. De a Póca Jóska kihozta a papírokat 91-be, 92-be, akinek odaadta, nem tudom, hogy közülünk kinek adta oda, nekem odaadta, onnan tudtam meg, hogy egy regnumista, hát mondjuk barátunk volt az, aki jelentett rólam, akit tudok, hogy kicsoda. Tárnoki Fedő nevű ügynök Vitár Róbert jelenti, tárgy Bálint Géza. Emődivel áll szorosabb kapcsolatban, s komolyan részt vesz az illegális regnumi szervezési munkában. Szülei több ízben veszekedtek vele, vissza akarták tartani ettől az illegális munkától. Vallásosnak tartom, s politikai beállítottsága rendszerellenes. A tartótiszt Simon József értékelése. Tárnoki László Fedő nevű ügynök jelentése operatív értékkel bír. Tárnoki László néven Vitár Róbert jelentett. Több dossziéja van, őt is felhívtam telefonon. Azt mondja, ez nem igaz, ez mind hamisítvány. Édesapja az én édesapámnak orvos kollégája volt, édesapja meghalt a Donkanyarnál. A mama az 2 gyereket nevelt nagyon nehéz körülmények között. Én ennek tudom be, hogy mama aztán külügyhöz került, nem nagyon messzire, csak Prágába volt valamilyen beosztott titkárnő a prágai követségen, és ez a fiú, ez hát mondjuk a tehetségéhez mértem messze nagyobb feladatot kapott. Abba a beosztásba, ahol ő szolgált, ott
hát még a rendszerváltás után is dolgozott. És nem is akart vele ön erről beszélni, hogy ön tudja? Nem, egyáltalán. De és miért nem? Hát nézze, most ezen a dolgon túl vagyunk. Megtudtam, meglepődtem. Én mindig sejtettem, hogy neki valami, hát mondjuk valami előnye, valamiből származik, mert abban a pozícióban sose került volna a saját tehetsége kapcsán. Nem gondoltam, hogy pont ez volt az a szolgálat, amiért őt jutalmazták. Én igazából úgy vagyok, mint ahogy itt elmondták előttem, nem haragszom rá. Azért a megbánás körül azért nem olyan egyszerű a dolog, mint ahogy most eddig elhangzott, szerintem. Ugyanis, ha valaki valami rosszat tesz, akkor két eset van, vagy tudatában van, hogy rosszat tett, vagy vétlenül tette a rosszat. Mind a két esetben megbánhatja, mert hát azt szinte nem hallottam, hogy valaki dicsekedett volna, hogy én meg besugó voltam. Mármint azzal szemben, akit besugott. Akkor meg lehet bocsátani, de ez nem elég. Azt meg is kell bánja, mert bánat nélkül nincs bocsánat. És a harmadik dolog még jóvá is kell tegye. A Pest megyei politikai osztály által eddig is foglalkoztatott Kardos Fedő nevű ügynököt újra eligazítjuk dr. László Gábor és Balázs Béla felé. Kardos Fedő nevű ügynök Köllei György jelentése. Tárgy, F. dosszié személyek meglátogatása. Balázs Béla szobájába vezették be őket. Beszélgetés közben a közeli hitoktatási beiratás, a cseh papság helyzete és a bítmisék voltak a téma. Ezután a magukkal hozott Uher Magnóról lejátszották az általuk a tévéből felvett Illés zenekar számot, az Elvarázsoltájon című darabot, mely szerintük egy eljövendő magyar jazzmise alapmotívuma lehetne. Egész nap beatzene szólt Balázsnál. A káplánt ez annyira kizökkentette, hogy éjjel felkelt, s jelentette a főnöknek, hogy nem tud aludni, mert úgy hallja, mintha mindig a padláson egy nőt folytogatna egy férfi. Sikoltozásokat hall. Másnap nagyon ideges volt, s kérte a főnököt, hogy azonnal engedje el betegszabadságra. Most Balázs egyedül van, mint káplán. A két Duna Bogdányi plébános, akik szintén önre voltak állítva. Az egyik Kardos néven, a másik Jakab Fedő néven jelentett magáról, az egyik a Köllei György, a másik meg a Berényi Sándor. Köllei. Duna Bogdány. Köllei. Tudom ki. Aki a főcserkész nyugaton. Disszidál. Hát én találkoztam azzal. Ő is volt börtönben, ki tudja, hogy mit csináltak vele. De az is lehet, hogy ő viccnek vette, hogy már régen az esze a svájci szanatóriumon járt, meg a nyugati emigráción, és jóba voltunk, szóval én szépen és pozitívan emlékszem Libánosra és Káplánra. Különben Kölleinek az volt a története, hogy 45 után cserkészek valami balét csináltak oroszokkal, parancsnok, és elvitték nem Magyarországra, hanem a Szovjetunióban. Köllei Györgyöt államellenes szervezkedés miatt először 1946-ban tartóztatták le, 8 évig raboskodott a Szovjetunióban. 1953-ban érkezett haza. 1961-ben 3 évre ítélték, 2 év múlva amnesztiával szabadult. Nem próbálták beszervezni itt önöket? Nem volt kísérlet rá? Ha az ember rögtön az elején nemet mond, akkor belerúgnak, de utána a békén hagyják. Ezt mondta a Tompa atya. Jegyezzétek meg, az első nemet a legkönnyebb mondani. Igen. Na, ez is megmaradt. Ez is megmaradt. És magával is próbálkoztak akkor? Nem próbálkoztak, mert én az elején már negatív voltam. És tudja, hogy ki az, aki... Hát, sejtem. Kettőre, kettő olyan merült föl, akire egyiket sejtem. És nem bizonyosodott meg róla? Egészen nem. Valószínű, de nagyon sajnálom. Teljesen összeroppant, visszavonult. Ez az egy védekezése volt annak, akit beépítettek. Visszavonult mindentől. És idegileg tönkrement. Szegedi Fedő nevű ügynök jelentése. Hagyónénit Somogyi Sándor időnként meg szokta látogatni. Az a benyomás róla, hogy most is foglalkozik fiatalokkal, s mindent úgy tart jónak, ahogy a múltban csinált. Bozsik László tartótiszt értékelése.
A jelentés operatív szempontból értékes, mivel több oldalról is adatokat szereztünk arra vonatkozóan, hogy Somogyi Sándor volt elítélt, szabadulása óta megbánást nem tanúsít. Továbbra is kapcsolatot tart a fiatalokkal, politikai célzattal. Meg kell, hogy önöknek mondjam, hogy most az az ember, aki Szegedi István néven jelentett, azért nincs itt, mert ezt a terhet cipeli, és nem tudja önöknek elmondani. Arról volt szó, hogy ma itt lesz, de nem tud itt lenni, mert kórházba került. Én tudom. De akkor miért nem tudom? Na most a következő. Nekem van egy ezzel kapcsolatos, hát nem tudom, hogy helyes-e, de ez az én véleményem. Ezek az emberek tulajdonképpen szánnivaló emberek. Ezeket én szerintem nem is kell kipellengérezni, mert hiába, hogy ő elmondja, hogy ez van, vagy az van, vagy ezt csináltam, bocsáss meg, megbocsátom. Nekem úgy érzem, mint keresztény embernek is, nincs jogom ezt feszegetni. Mert hogyha ő ezt gyónásban hosszú távon lerendezte, és egész életében vezekel emiatt, nem csak ez az egy Szegedi István, van itt más regnumista is, ugye? Riporterre, meg mit tudom én. Szóval, úgyhogy az neki úgyis mindig egy tüske lesz az életében. Ezt nem tudja senki kihúzni a cipőjéből. Erre mindig rá fog lépni, amíg él. Naszladi Attila nagyon meglepődött azon, hogy kit akar a Szegedi István fedőnél. Nem tudtam. Egyáltalán nem tudtam, és nem is tételeztem volna soha föl róla. Amikor én ezt neki elmondtam, igen, hogy én kikutattam ezt a levéltárban, és hát jövünk ide, és hát szeretném majd erről is, hogy beszéljünk. És akkor ő utána nekem azt mondta, hogy ő nem tudott beszélni se állítólag, és ezért került kórházba. Igen, nekem is ezt mondta, de aztán nem találtak semmit. És hogy legyek hozzá irgalmas meg, de én nekem nem ez a dolgom. Tehát én azt gondolom, hogy önöknek kell, tehát ezt előbb-utóbb, tehát itt egyre nyilvánosabbak lesznek dolgok. Hát tehát itt, akkor ezek szerint, atya, mondj véleményt arról, hogyha én most ezek után előhozom neki, hogy itt megtudtam, és beszéljük meg, ez helyes lesz, vagy, helyes, hát vagy helyes. Tegyek úgy, hogy elfelejtettem. Szegedi fedőnevű ügynök jelentése. Január 6-án találkoztam Kertész Ferenccel, aki elmondotta, hogy nyáron a Börzsönyben beszélt Beton nevű kelenföldi fiúval, aki valamelyik börzsönyi községben káplán, és ott fiúkkal foglalkozik. Beton kijelentette, hogy előbb-utóbb úgyis mindenkit lecsuknak, tehát miért ne tegye? Kertész a Harkályokkal változatlanul fenntartja a kapcsolatot, egyébként pedig turista vezetőként tevékenykedik. Bozsik László a tartótiszt értékelése. A jelentés operatív szempontból értékes. Adatokat szolgáltat a szabadlábon lévő regnumi papok magatartására, tevékenységére. Salamon elvtárs, kérem kidolgozni Szegedi magatartási vonalát és feladattervét a regnummal kapcsolatban. Bakonyi. Szegedi István jelentése. Csütörtökön felkerestem Emődit. Laci bácsi Bercsényi utca 39-es szám alatt egy kertes, családi ház jellegű épületben lakik. A bejárati ajtó a teraszról nyílik közvetlenül a szobájába, amely a vendéglátás helye is. Tíz óra 30-kor két nő szólt be, hogy a Külhonból Horváth Árpád keresi a plébánián. Emődi elnézést kért, és motorral elment körülbelül 45 percre. Íróasztala tele volt rakva írógéppel, több példányban sokszorosított írógép papírokkal. Szegedi István titkos megbízott, az alábbiakban részletesen ismerteti azok tartalmát. Salamon Tibor tartótiszt megjegyzése. A titkos megbízott a kapcsolat további mélyítése érdekében kereste fel Emődit. Közvetlen feladata volt a lakás alaprajzának és berendezésének pontos megfigyelése. Intézkedés. Lépéseket teszek a jelentésben felmerült ismeretlen személyek kilétének megállapítására. A lakás alaprajzáról és berendezéséről kapott információt felhasználom a 3/E labda rendszabály beépítésénél. Feladat.
Emödivel a kapcsolat további mélyítésén fáradozzon. Törekedjen bizalmának teljes elnyerésére. A levéltári dokumentumok alapján Szegedi István Fedő nevű titkos megbízott kapcsolata az állambiztonsági szervekkel vélhetően a rendszerváltozásig fennállt. Ezek a nehezebbek, mondjuk sajnálom őt, de hát mit csináljak vele? A Magyar Nemzetben, nem tudom, megláttad-e azt a cikket, ami a Szólásszabadság, emberi méltóság, ez a címe. Abban az van, hogy az emberi méltóság és a szólásszabadság úgy egyeztethető össze, ha a személyt nem támadom, csak a cselekedeteit. 1890-es év. Ez egy ilyen egyszerű. Én csak azt nem értem az egészbe, hogy ezek a, hát akik utánunk leskelődtek meg stb. Megjelentettek, nagyon jó tisztában voltak azzal, hogy mi semmi olyat nem csinálunk, amivel minket vádolnak. Tisztában voltak általunk a keresztény tanításokkal, és mégis ilyenre vetemettek. Szóval ezt nem tudom felfogni. Meg őket. Vagy kényszer, vagy előny. Most akár, most vagy ne haragudj, most csak az, annyit mondok, hogy amikor vége volt, tehát mielőtt kiengedtek, ugye jött hozzám a dupla nullás ügyvéd, akit kijelölt az ÁVO, hogy na hát akkor most nézzük át az anyagot, hogy tud engem védeni. És minden áron rá akart bírni arra, hogy a papok ellen tanúskodjak, hogy én legyek a koronatan az egész ügybe, mindent bevetek. Azért, mert csak így tud engem menteni. És akkor azt mondtam, hogy szó se lett róla, tudja mit? Akkor ne mentsen. Majd a Jóisten engem kiment. Bizony buknak közülünk sokan, de van itt más magyarázat is, tehát ismétlem, hogy aki a börtön kapuját átlépte, attól kezdve minden lehetséges. Mint a csapból a víz úgy folyik az információ éveken és évtizedeken keresztül, ez nem ő. Hát ez egy preparált ember. Ez nem szabad akaratú. Ezt a háború utáni hidegháborút, diktatúrát, ha valahogy végig kellett csinálni, végig kellett élni, és számtalanszor jött elő ez a választás, hogy álljunk-e le, vagy folytassuk. Mert a folytatással kockáztatjuk a fiatalokat, a szüleinket, az iskolásokat megzavarhatjuk, szakadatlan jött minden hittan beiratás környékén ez a propaganda, hogy tönkretesszük a hittannal a gyerekeket, mert kettős nevelésbe részesülnek. Mi persze humort csináltunk ebből, például Nagymaroson szószékre vittem a témát, hogy mi mit is tanítunk, és a tisztparancsnok persze a második tábláját emlegettem, hogy ne őj, ne parásználk, hogy ne lopj, ne hazudj. Hát mondom, mi ezt mondjuk? Hát ha kettős nevelés, akkor ezzel szemben mi a másik? Ugye hát az föl sem merem tételezni, hogy bárki egy fordítottját akarja tanítani a gyerekeknek, hát összekuncogott a nép, értettük, de egy kíméletlen kultúrharc volt, amiben, ha mi belemegyünk ebbe a csapdába, hogy a béke, a túlélés, akkor most nem lenne semmi. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket, kicsiket, nagyokat, régieket, újakat, egykoron üldözötteket és azokat, akik már szabadságba születtek azóta.